A bukovinai székelyek 1945-ben kapták meg a kitelepítésre ítélt németek házait Magyarországon, Bács-Kiskun, Baranya és Tolna megyében. 20 000-en 38 településen kezdtek új életet. Az újrakezdésen azonban nem keseregtek, hanem megpróbálták azt az életet élni, amit előtte. Várda Franciska menekülés közben Bácskában született, és Zala megyén át vezetett az útja Baranyába. Már kisgyerekként megtanulta, hogy a mese gyógyír, a mese csoda. Itta édesanyja és nagyanyja szavait és meséiket mind megtanulta. Nagyon bennem él ez, hogy székely vagyok, mert ugye azelőtt nem volt tévé meg rádió, és édesanyámnak az anyja az velünk volt, és a székelyek nem azt mondták, hogy nagymama, hanem öreganyám, és a dédi nem dédi volt, hanem nannyó. És este hát mit csináltunk? Tollat fosztottunk, babot válogattunk, és akkor mindig mondtuk, hogy öreganyám meséljen, és akkor mondta, hogy jaj, édes gyermekeim, ez nem mese, ez valóság, de nekünk ez mese volt annak idején, ahogy ő elmondta, és ez annyira úgy bennem maradt, hogy tényleg, hát hogy tudták ezt túlélni, hogy ennyi mindenen keresztül mentek, és itt mégis gyökeret eresztettek, dolgoztak, mindenki családot alapított, hát mi is 5-en voltunk testvérek, és hogy mondjam, akkoriban nem volt annyira társadalmi különbség, mint most, mert mindenki szegény volt. De azért éhezni nem éheztünk, mert a talpra esett szülők beteremtették, bab, krumpli mindig volt, csak vasárnap ettünk. A székely mesemondó az otthonról hozott emlékekkel üzen a világnak, sokszor tréfás, de tanulságos történetekkel. Hát tudjátok-e, volt a műfalunkban egy özvegyasszony, és annak volt egy leánya. Szép leányocska volt, csak egy kicsit prostocska. Hát bosult az anyja, de hát nem volt mit csináljon vele. Minden legényhez oda dörgölődzött, mint a bakló a kerítéshez. Hát otthon el volt, tettek, vettek. Azt mondja az anyja szombat délután, te Mári, el kellene menjél és meggyónjál. Jó van, édesanyám, bément, és felöltöződött. Előbb felvette a gyócsinget, ráncos rokolyáját, a csipkés szélű karincáját, lájbiát, meges fősülködött, és egy veres pántlikát kötött a hajába. Mikor ment az úton, a legények úgy füttyögettek utána. Amikor odaír a templomhoz, a pap éppen kocsolta be a templom ajtót. Azt mondja neki a pap, mi van Mári? Hát jöttem dolni, tisztelendő úr, hát bizony elkéstél, de a penetenciát azért feladom. Hónap a misére annyi gyertyát hozzál, ahányszor vétkeztél. Jó van, elment haza Mári, kérdezi az anyja, Mári, meggyomtál? Nem, de a penetenciát feladta a tisztelendő úr. Leül Mári, számolgassa az ujjait, imád lábujkáit számolja, s az se volt elég. Megvacsoráltak, lefeküdtek, reggel felkeltek, egy pár falást tettek, mert ugye áldozás előtt nem lehet jól lakni. Az anyja zárja be az ajtót, és Mári indul hátra. Te Mári, hova mész? Kedd menjen anyám, én es megyek, de nekem dolgom van. Elment az anyja templomba, és már éppen a pap prédikált. Ő Mári a talicskával tója a gyertyákot. Helyet, kérek helyet, mindenki meg volt ijedve. Hát mit akar ez a Mári? Még a papes megijedett. Te Mári, mi anyavaját csinálsz? Hát te azt mondta tegnap Kent, hogy annyi gyertyát hozzak, amennyit vétkeztem. De Kent csak folytassa, mert nekem még kétszer kell fordulni.